Kutyapárt menni Európa felkiáltójel, de most komolyan ez olvasható a Kétfarkú Kutyapárt honlapján, és a párt igazgatója Nagy Dávid a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Egy évvel ezelőtt volt itt nálunk a stúdióban. Akkor ön arról beszélt, hogy a pártjuk szeretné megkapni azokat a mikroadományokat, amiket az ellenzéki pártok elégettek. Most azóta kiderült, hogy ezek a pártok nagy részben Soros, ezek a pénzek Soros Györgytől jöttek, ezek hát mit tudom, nagyon ilyen adományládikák voltak, még mindig igényt tartanának erre a pénzre? Ez bonyolult, de hadd kezdjem azzal, hogy én nagyon örülök, hogy ma lehettek a stúdióban, azért ez egy olyan nap, hogy láthattuk már azt, hogy Orbán Viktor megvédi az országot a migránsoktól, Brüsszeltől, a töröktől, a tatártól, az ebolától, és most a mai napon Novák Katalintól is megvédte Magyarországot. Novák Katalintól nem kell megvédni. Örülök, hogy itt lehetek most stúdióban. A mikroadományokat nem kaptuk. A mikroadományokat nem kaptuk meg, lenne helye. Az alkalmazottak fizetését is meg kéne emelni, és a nyílászárók is nagyon régiek már a házamon. Úgyhogy, az se zavarná önöket, hogy ez Soros György? De akkor már zavarna, de ezt amíg nem kapjuk meg, addig tudunk vele poénkodni. Nyilván, az, hogy Bajnai Gordon cége osztotta el ezeket a pénzeket? Vagy... Nem szeretnénk ehhez a világhoz közeledni, ehhez sem, vagy az önökéhez sem. Ezt mondta ebben a stúdióban egy évvel ezelőtt, hogy az ellenzéket más pályára kell állítani, mert a Fidesz jobban, hitelesebben és hatékonyabban hazudik, mint az ellenzék, hogy ebben fel kell az ellenzéknek nőnie. Na most... Ez nem sikerült szerintem azóta se egyébként, de igen. Igen. Hogy rossz pályán van az ellenzék, hát, úgy látja. Szerintem mondom, ebbe verhetetlen lesz a Fidesz, több pénzük lesz, és az ellenzéknek nem lesz erre forrása, hogy ezt... De figyelj, de azért, tehát majd a hazugságnál tartunk. Megnéztem Kovács Gergelynek egy videóját, a Republikon Intézetben volt egy konferencia, ahol Gyöngyösi Márton mellett ült. Igen. És ott nagy barátságban beszélgettek. Én ott nagyon unottnak láttam a Gergelyt. Hát, na most Gyöngyösi Mártonról újra bebizonyosodott, hogy ő jól hazudik, és ő jobban vonzódik a nácizmushoz, mint amennyire elnézést kért. Erről nem tudok nyilatkozni. Azt el tudom mondani, Gergő is, én is azért, tehát mi elmegyünk helyekre, én eljövök a hírtévőbe is, ha úgy van, ezekre elmegyünk. Ott a Gergőről szerintem nagyon vicces nittek vannak, amikor legalább 10 féle pozícióba tudja magát unni. Nem tudom, ezek a beszélgetések biztos valakinek hasznosak. Mondom, el fogunk menni ide-oda is, Gyöngyösi Mártonról meg nem nagyon tudok mit mondani, mert nem ismerem. De fontosnak érzi a párbeszédet vele? Mindenki. Erről szól a beadványunk az MVB-nek a plakátkampánya kapcsolatban, hogy meg az egész EP kampányunkat erre fogjuk felhúzni, hogy tök jó lenne végre nem telehazudni az országot plakátokon, óriás plakátokon, Facebook hirdetése, mert ahogy megnézi az ember az elmúlt évek EP kampányait, olyanok vannak, mint Brüsszel megállítása, ami egy város, ugye nem nagyon lehet megállítani. Ott van az Európai Egyesült Államok, ott van az EU-s pénzeket kórházakra, iskolákra, és akkor még sorolhatnám. Én azt gondolom, hogy ebből kéne kiszállni mindenkinek, és ez lesz igazából a fő témánk, hogy egyszerűen elérni azt a színvonalat, meg elérni úgy az embereket, tájékoztatással, bevonással, részvételiséggel, hogy ne lehessen őket úgy megvezetni, hogy most. Na, de figyelj, ennek ellent mond az, hogy az önök EP listáján második helyezett Törlei Katalin. Az de miért mond ellent? Azért, mert Törlei Katalin az elmúlt éveket azzal töltötte, hogy a tanítanék mozgalom színeiben arról győzködte az embereket, hogy a pedagógusok helyzetének a javításáért akarnak harcolni. És valójában bevallott, hogy egész végig az volt a célja, hogy ő politizálni akar, és politikai hatalmat szeretne. Tehát ez az egész nem mondott igazán. Értem, de akkor tisztázni kéne, mi a politizálásnak a nem tudom jelentése. A Törlei Katalin azért szerintem azért fontos, és azért kiemelkedő húzás tőlünk, mert megtettük volna, hogy odarakunk egy párt embert, aki sokat dolgozik, van mondjuk 3 gyereke, magas mondjuk én, és akkor lehetnék második, tök jó, kijutnék, jól élnénk. És ehhez képest úgy döntöttünk, hogy az egyébként jelenlévő ellenzéki logikával szemben nem visszaélünk, meg nem kihasználjuk a tüntetések szereplőit, és aztán eldobjuk, hanem pozícióba juttatjuk, és megnézzük, hogy ott mit tudnak, és nem csak a Katát, hanem az egész mozgalmat. Aztán ezt meg fogjuk mérni, nyilván nem biztos a sikeri, nem fogom azt hazudni, hogyha Törlei Katalin bejut, akkor jobb lesz az oktatás 4 év múlva. Azt viszont el tudom mondani, hogy olyan civil szervezet megy be, akiben meg tudunk bízni. Na jó, de 1000 szállal kötődnek Gyurcsány Ferenchez. Törlei Katalint pont Dobrev Klára terjesztette fel Európai Polgárdíjra. Igen, hát erről a hazudozásról beszélek, hogy ez is megjelent, hogy nem, a Dobrev Klárás, igen, kapott egy díjat a Törlei Katalin, amit Dobrev Klára adott át.
Engem nem érdekel valaki átveszi a lovakkeresztet, ezek a díjak nem érdekelnek, a legtöbb ilyesminek én nem tulajdonítok túl nagy jelentőséget, át lehet venni, nem lehet átvenni, lehet ebből ügyet csinálni. A Törlei Kata el tud vinni egy ügyet önazonosan, egy szervezettel a háta mögött, és az, hogy most, hogy erre akartam utalni, hogy az első nap megjelent a cikk, hogy akár tisztára olyan, mintha Soros listája lenne a kutyapárt listája. Ne vicceljünk már, azért, mert a CEU-hoz van köze mindkét embernek. Nekem a legjobb szakmai gyakorlatosaim, azok a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről jönnek. Nagyon jól dolgoznak, tudunk beszélni vallásról, politikáról, bármiről, és soha nem érdekelt, hogy honnan jönnek. Nem jött még hozzánk CEU-s gyakorlatos, ezt el kell, hogy mondjam, de soha nem érdekelt, hogy melyik iskolába jönnek, és akkor ez a mondás, hogy ő a Soros embere. Nem tudok ezzel mit kezdeni. Juhász Péter. Juhász Péter szerették volna az 5. kerületben polgármester jelöltnek, megkérték, hogy más pártokkal ne kampányoljon, Juhász Péter megszegte ezt az ígéretét. Megszakadt a kapcsolat? Két Farkó és Juhász Péter között? Ahogy önöknek is felveszem a telefont, Juhinek is bármikor fel fogom menni a telefont, a főnökömnek is felveszem, azt gondoltuk, és ezt nem tudom, ezt mondtuk az elejétől, hogy nekünk a Juhi a jelöltünk, a Juhi csinálja végig, ahogy itt azt érezzük, hogy más emberek meg fognak jelölni a fényben, meg a háttérben, ott nekünk szerintem hátra kell lépni, ez a logikus döntés. Önnek milyen ambíciói vannak júniusban? Hol fog indulni? Júniusban én Újpesten fogok elindulni, polgármester jelöltként, ráindulok a Fideszre, vagy a DK-re, ezt mindig máshogy mondják. Pénzt továbbra se kapunk egyébként, tehát hiába a Soros jelöltjei vannak a listánkon, nem jön meg a pénz, és ez azért is frusztrál, mert hazamegyek, és a bejegyzéseim, vagy a írásaim alatt elolvasom, hogy a Marika néninek meg az a baj, hogy a Rogán Antal adja nekem a pénzt, és senki nem küld pénzt a végén, tehát hallgatom, de a pénz ez önnek fáj. Ez nyilvánvalóan fáj. Mondom, ha ott lennénk, hogy jönne 1 milliárd forint, akkor meg azt mondanánk, hogy nem, tehát ezzel addig tudok dacolni, amíg ez a pénz nem akar jönni. Milyen tervei vannak Újpesten? Újpesten szerintem több dolog beragadt az elmúlt 30 évbe, ilyen a kicsi igényes ügyek megoldás Újpest központtal újjára, nem tudom mikor járt ott utoljára. Régen. Az ugyanolyan volt, az nem változott, nem is kell oda elmenni újra. Ugyanilyenek a nagyon szépek a parkosítások, nagyon szép a Fidesznek a piaca még a 14-18-as időszakból, de nagyon sok olyan kicsi dolog van, amivel nem foglalkozott egyik oldal sem, ilyen például az, hogy egy önkormányzat legyen átlátható. A képviselők legyenek ott egy térképen. A parkolási rendszer legyen kialakítva, ez is egy 10 éves téma Újpesten, és a szavazat maximalizálás miatt nem nyúlnak hozzá. Én azt gondolom, hogy az LP-be is, és Újpesten is, és a legtöbb helyen, amellett, hogy nyilván vannak témák, amit nekünk vinni kell, amellett a legfontosabb dolog az lenne, hogy emberek, ön, én, Juhi, Újpest, nem tudom, Gyurcsány Ferenc, álljunk egymással szóba, mert azok az emberek, akik azon dolgoznak jelenleg is, hogy mi ezt ne tegyük meg, és azok az emberek, akik szakítják szét az országot a tévében, az újságokban, jobb meg baloldalról, azok előbb-utóbb úgyis nyugdíjba mennek, és akkor meg majd együtt kell élnünk. Azt fogják mondani önre is, hogy most szakítja az országot éppen szétfelé, hiszen a tévében van. Nagy Dávid, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.